Gazdakörök, laptop ajándékba, pingvin séta jászberényben, iparűzési adó. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. január 13-án 18 óra 5 perckor. A fiataloknak átadták a gazdák a stafétát. Karcagon kezdte meg működését a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Fiatal Gazdák Gazdaköre. A szervezet elnöke Házi Margit, akit a NAK és a Magosz megyei elnöke Hubai Imre Csaba is segít a munkájában. Az előzőkben már hallottuk, hogy Karcagon alakult meg a fiatal gazdáknak a szervezete. Házi Margit Mariettával beszélgetünk. Először is arra kérlek, hogy néhány mondatban mutatkozz be nézőinknek. Jó napot kívánok, én Házi Margit Marianna vagyok, Karcagon születtem, jelenleg biogazdálkodásban gazdálkodunk a családommal, 4000 hektáron. Jelenleg én egy könyvelőirodát vezetek édesanyámmal együtt itt Karcagon, emellett aktívan veszek részt a családomnak a biogazdaságában, mint mezőgazdasági laborvezető, és emellett jogi tanulmányokat folytatok. Akkor igazán egy sokrétű tevékenységet ölelhetsz majd át a gazdakörök munkájában is. Igen, minden tőlem tehetőt megteszek, meg a jelenlegi tudásommal igazából rendelkezésre szeretnék állni a fiataloknak. A legfőbb célom az az lesz, hogy az adminisztratív segítségnyújtást elősegítsem, mindig a legfrissebb információkról tájékoztassuk a fiatal gazdatársadalmat, és megfelelően képviseljük az érdekeiket a fentebbi szinteken. És hát azért azt mondjuk el, hogy a megyei gazdakör elnökével is nagyon jó viszonyban vagy, hiszen családom belül is családtagként is ismeritek egymást, és hát azt hiszem, hogy ahogy itt te mondtad, kiskorod óta te ebben nőttél bele, és látod ezeket a dolgokat. Igen, én már nagyon piciként is ott nevelkedtem kint Berekfürdőn, már akkor nagyon szoros kapcsolatban álltam a mezőgazdasággal, és nagyszüleim már kezdetek óta erre neveltek, miközben átálltak a biogazdálkodásra, és én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb és legszebb gazdálkodási forma ez, ugyanis a hagyományokat teljes körűen tovább viszi, mégis modern eszközökkel és a legmodernebb technológiákkal. És ebben egészségközpontú nevelésben részesülhetem. És hát akkor már ezt fogjátok ti továbbvinni, mint fiatal gazdák, ezt a szellemiséget. Mit kell tudni rólatok, hányan vagytok, és kiket vártok, és milyen feltételekkel lehet jelentkezni a tagjaitok közé? Jelenleg 26 fővel alakultunk meg. A jelenlegi székhelyünk az a Karcag Városudvar egy szám alatt van. A vezetőségnél lehet jelentkezni, vagy jelezni a tagfelvételt, és akkor minden tagfelvételi kérelmet megvizsgálunk, és akkor ez alapján hozzuk meg a döntést. De én úgy gondolom, hogy aki megfelelő végzettséggel, eszmélyiséggel rendelkezik, és elkötelezett a fiatal gazdák képviselete iránt, mindenki tagfelvételt nyerhet. Említetted a vezetőséget, kik segítik a munkádat? A négy elnökségi tag, a különböző városokból származnak ők is, és mi együtt így öten próbáljuk vezetni megfelelő módon az ifjú gazdakört. Én azt kívánom, hogy akkor ti is éljetek meg, hogy az említettem az előbb a 30. évfordulótokat, és hát sok hasznos tanáccsal, információval segítsétek a fiatal gazdákat. Igen, mi megpróbálunk a lehető legmodernebb eszközökkel is rendelkezésre állni. Mindig nagyon fontos lesz számunkra az információ, megfelelő közlése, meg a legfrissebb lehetőségek, pályázatokról való tájékoztatás. És mindenféleképpen ez lesz az elsődleges célunk, hogy megfelelően valósulhasson meg ez a jövőben. Laptop jó tanulásért. A Karcagi Tankerületi Központ, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola mindhárom tagintézményéből egy-egy szorgalmas, tehetséges diákot ajándékozott meg egy-egy laptoppal. Az ajándékokat Plusz Csilla intézményvezető adta át a gyerekek számára.
A Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézményből Jónás Lili Hanna 8. A-osztályos tanuló kapta az ajándékot kitűnő tanulmányi eredményért. Három gyermeknek, három tagintézményünkből laptop jutalmat adunk át. A nevelőtestületek döntenek mindig ezekről a gyerekekről, hogy kik azok, akik az egész éves munkájuk, illetve magatartásuk, szorgalmuk alapján ezt a jutalmat megérdemlik. Jónás Lili Hanna, a Kiskulcsosi tagintézmény tanulója, Csontos Márk, a Kovács Mihály Általános Iskolai Tagintézmény tanulója, és Szabó Petra, az Erkel Ferenc Művészeti Iskolai Tagintézmény tanulója vehették át most a laptop jutalmat. Mindig meglepődnek, tehát mikor hívom a szülőket és a gyermekeket ide egy meglepetés találkozóra, mert sohasem tudják, hogy miért jönnek, meg vannak lepve, hogy végül is egy jutalmat kapnak, egy laptopot, amelyet köszönünk a Karcagi Tankerületi Központnak, hiszen ők biztosítják minden évben ezeket az eszközöket. Mint elhangzott, tantárgyi tudása mindenből alapos, szerteágazó, területi, körzeti, megyei, városi és intézményi, matematika, irodalmi, környezetvédelmi és olvasó versenyeken is eredményesen szerepelt. Lili az általános iskolai tanulmányai alatt mindig kitűnő bizonyítványt vitt haza, sok tantárgyi dicsérettel. Tanárainak állandó lelkes segítője, a tanórák aktív résztvevője. Tantárgyi tudása mindenből alapos és szerteágazó. Területi, körzeti, megyei, városi és intézményi versenyeken is eredményesen képviselte minden esetben a tagintézményt. Kiemelkedő eredményt sok területen élt el. Például Molnár Anna városi matematika verseny 5. helyezés, alapműveleti matematika verseny megyei döntő 15. helyezés, Hétkrajcál online közgazdasági verseny a Móricz Zsigmond Református Kollégium gazdálkodás és menedzsment ágazata által megrendezve, csapatban első helyezés. Városi Arany János irodalmi verseny csapatban első helyezés. Küri környezetvédelmi területi verseny területi döntő csapatban 2. helyezés. Györfi Téka városi olvasóverseny 3. helyezés, regionális angol nyelvű besevontó verseny 1. helyezés 2020-ban és 2. helyezés 2019-ben. Az osztályközösség meghatározó alakja pozitív véleményével előnyösen befolyásolja a társait. A Kovács Mihály tagintézményből Csontos Márk 7. A-osztályos vehette át a laptopot kiváló tanulmányi eredményért. Rendkívül törekvő, maximalista, önmagával szemben is magasra teszi a mércét. Érdeklődési köre sok irányú, sokszor vett részt tanulmányi versenyeken. Kedvence a matematika, az iskolai sportéletben is meghatározó személyiség, igazi csapatjátékos, jellemezte őt az átadáskor az intézményvezető. Márk az alsó tagozaton kiemelkedő teljesítményeket ért el. Alsó tagozaton kiváló tanulmányi eredménnyel rendelkezett. Magatartása és szorgalma is példamutató. Rendkívül törekvő, maximalista, önmagával szemben is magasra teszi a mércét. Érdeklődési köre sokirányú, figyelmét jól összpontosítja, kitartóan képes koncentrálni feladataira. Sokszor vesz részt tanulmányi versenyeken, vetélkedőkön, mind iskolai, mind megyei szinten. A matematika, amely a legközelebb áll hozzá, kétszer is részt vett a Molnár Anna városi matematika versenyen, ahol helyezést is ért el. Továbbá a tehetségkörös munkáiban is sikereket ér el. Többször bizonyította felénk, hogy megérett és képes még több mondást veszítani. Már a szülői viselkedésében szabálykövető, kötelességtudata kiemelkedő. Közösségben kitűnően alkalmazkodik a különféle helyzetekhez, kooperatív, ha szükséges, alkalmazkodó személyiség. Társaival, felnőttekkel szemben udvarias, tisztelettudó és rendkívül segítőkész. Az iskola sportéletében is meghatározó személyiség, igazi csapatjátékos. Az Erkel Ferenc Amiból Szabó Petra gimnazista kapta az ajándékot, aki 6 éves kora óta jár a zeneiskolába. Petrát már egész kicsi korában karolülő gyermekként családi környezetben körülvette a zene. Édesapja rengeteget énekelt neki, táncolt vele. 6 éves óvodás volt, amikor egy zeneiskolai hangszerbemutató hatására beiratkozott a zeneiskolába. A pici lány első hangszer a cselló volt, Urbánné Tóth Klára tanárnőnél. 1 év után Sóspál tanárunknál folytatott tanulmányait, mely lehetőség 6 év furulya tanulás meglétét biztosította számára. Hangszeres órái mellett nagy örömmel látogatta Sóspálné Judit néni szolfizs óráit, a később években kórus foglalkozásait is.
Petra az évek során tanárnő keze alatt több alkalommal ért el kiemelkedő eredményeket társaival. A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium által megrendezett verseny zsűri tagjai kamarakórus kategóriában kiemelt arany, társas éneklési versenyen két alkalommal aranyminősítéssel értékelték felkészülésüket. Tanult csellón, majd furuján énekelt kórusban, és jelenleg a magánének tanszak tagja, a zongora pedig a másik kifejező eszköze. Fogékony, törekvő, szorgalmas, megbízható, maximalista, ötletgazdag gimnazista, óvónő képző főiskolára készül, mondta róla Plósz Csilla. A rendkívül családias, barátságos jászberényi állatkert sztárjai egyértelműen a kis pápa szemes pingvinek, főleg ősztől tavaszig, amikor rendszeresen sétáltatják őket a látogatók között. A bohókás pápaszemes pingvinek bemutató helyét közvetlen a bejárattól nem messze találjuk. A tágas terület két külső és egy belső medencéből áll, a külsőket egy mini vízesés köti össze. A kis totyogó madarakat megfigyelhetjük a száraz földön is, de a medencék üvegfalának hála látjuk őket a víz alatt is, ahol igazán elemükben érezve magukat szemkápráztató gyorsasággal úsznak, trükköznek a víz alatt. Most már egy évtizede gyakorlatilag sétálunk, úgyhogy elég gyakorlott a kis csapat. Persze mindig bővül újabb-újabb egyedekkel, tehát mindig a fiatalok is csatlakoznak azokhoz a madarakhoz, akik már évek óta sétálnak. Azt gondolom a mai nap egy picit különlegesebb, mert egy fenyőt felállítva, feldíszítve még nem kaptak, nem találkoztak ilyennel. Azt gondoltam, hogy nyilván a sétákból tapasztalva, hogy mindenféle olyan dolog, ami nem természetes anyag, az mindig fölkelti az érdeklődésüket, úgyhogy gondoltam, ha egy feldíszített fát kapnak, akkor talán azzal is elidőznek egy kicsit. Hát nem túl sok volt ebből, de ez is a séta része volt a mai nap, úgyhogy azt gondolom egészen sikeresen zajlott ez a kis történés. Elsősorban a madaraink részére keletkezett, annak okán, hogy afrikai pingvinekről lévén szó, a téli szállásuk, a belső, ami egy fűtött helyet jelent, az nagyon ingerszegény, és hogy ebből lehetőséget biztosítsunk számukra kimozdulni, és ezzel nem csak fizikálisan, hanem mentálisan is rendben tudni a madarainkat, erre keletkezett a séta, és ezt így nyilván rendszeresen gyakoroljuk akkor is, hogyha adott esetben volt rá példa sajnos a közelmúltban, hogy nem lehetett az állatkertet látogatni, a sétáinkat mi attól ugyanúgy megtartjuk, mint ahogy mondtam, a madaraink jólétének okán. Ősztől tavaszig a legnagyobb szenzáció a pingvin sétáltatás, amikor a pingvinek már rutinszerűen sétálják körbe az állatkertet, természetesen a szakgondozó vigyázó felügyeletével, a látogatók nagy örömére. A pingvineknek a séta nem arról szól, hogy az emberek simogatják őket. Azt gondolom az élmény leginkább abban kell, hogy megnyilvánuljon, hogy itt tapicskál a lábunk mellett mondjuk azt, hogy vadállat, teljesen nem természetes módon, és azt gondolom, hogy ez az, ami kell, hogy adja azt az élményt, amit egy-egy ilyen pingvin sétával kaphat az ember. Nem simogatásról van szó. A madarak nem preferálják ezt, tehát ha hozzájuk akarunk érni, akkor azt erős csípésekkel jelzik, hogy nem szeretnék. Úgyhogy ez így szokott történni, ezért is szoktuk felhívni a figyelmet, hogy nem simogatjuk a madarakat. Az időjárás melegebbre fordultával a kis állatokra veszélyes betegségeket hordozó szúnyogfélék megjelenését követően szünetel a séta. Ekkor a speciális szúnyogháló alatt lévő lakóhelyükre húzódnak vissza a pingvinek. A sétáink mindig télidőben zajlanak, tehát a szúnyogok, amikor megjelennek tavasszal, mert őket bántják, konkrétan inkább egy olyan betegséget hordoznak, ami a pingvinekre nagyon veszélyes, éppen ezért tavasztól kezdve gyakorlatilag a sétáink befejeződnek. Több okból kifolyólag egyrészt a szúnyog, a másik pedig az, hogy igazából nem tartanak nagyon igényt rá, amikor már jön a jó idő és lehetőségük van sokat lubickolni. Onnantól kezdve az élet az már a vízben folytatódik, így télidőben pedig egy-egy séta az nagyon kellemes időtöltés számukra is. A bejelentési kötelezettségről és az iparűzési adóbevallás benyújtásáról szóló közleményünk következik.
Felhívjuk a kisadózó vállalkozások figyelmét, hogy amennyiben élni kívánnak, Karcag Városi Önkormányzat helyi iparüzési adóról szóló 15/2015 május 1-jei önkormányzati rendeletében foglalt adómentességgel, akkor 2021. évi helyi iparüzési adóról szóló bevallásukat a helyi adókról szóló 1990. évi 100. törvény 39/B paragrafus 6. bekezdése alapján 2022. január 15-éig kell benyújtaniuk. Amennyiben 2021. január 1-től a helyi iparüzési adó tekintetében az adóalap 2,5 millió forint összegben történő megállapítását választják, ezen döntésüket a helyi adókról szóló 1990. évi 100. törvény 39/B paragrafus 9-es bekezdése alapján 2022. február 15-éig kell bejelenteniük a helyi adóhatóságnak. A határidők elmulasztása jogvesztő. További felvilágosítása a Városháza földszint 40-es számú helységében, illetve az 59-es körzet 500-652, 59-es körzet 500-655 és az 59-es körzet 500-655-ös telefonszámokon kérhető a Karcagi Polgármesteri Hivatal adócsoportjánál. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!